A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. Név és kategóriaváltás, valamint egy megszűnő motorcsalád. Nem volt szokványos a Citroen C3 Aircross debütálása. Mára viszont már túl van egy modell frissítésen, és ezen túl, természetesen csak ha akarunk, akár társalokhatunk is az autóval. Valószínűleg másoknak is feltűnt, a Citroen elhanyagolta a Picasso név használatát. A miértre viszont elég egyszerű válasz van. Új célközönség és egy új modellnévadási stratégia áll a háttérben. Tehát 2018 óta a nagy egyterűket emiatt hívják Multispace-nek. Viszont mivel a legkisebb Picasso a C3-as kategóriát is váltott, ezért kellett átkeresztelni Aircross-ra. A gyári adatokat böngészve nem sokat veszítettek az újdonsággal az egykori C3 Picasso kedvelői. Egyedül a magasság csökkent kicsivel több mint 2 centit. Minden más dimenziójában viszont gyarapodott a C3 Aircross a C3 Picassohoz képest. 7,6 cm-rel hosszabb, közel 10 cm-vel szélesebb, tengelytávolsága pedig 64 mm-rel lett nagyobb. A csomagtartóba is 25 literrel több fér, a C3 Aircrossban már 410 liter várja alaphelyzetben a motyót. Joggal feltételezhetjük, hogy a C3 Aircross az egy roppant praktikus autó. És ez félig meddig igaz is, ugyanis az extra listán megtalálható például a hátsó tologatható üléspad, ami rossz hír, hogy a tesztautó ugyan a legmagasabb felszereltségi szint, de nincsen benne ez a tologatható üléssor, így ezt nem tudom megmutatni, hogy ez mennyire egy praktikus dolog. Viszont a lábteret azt meg tudom mutatni, illetve azt, hogy hátul mekkora hely van ebben az autóban. 190 centi magas vagyok, és hogyha beülök ide magam mögé, akkor látszik, hogy azért, hát a lábtér az nem egy olyan óriási, viszont a fejtér az hatalmas, tényleg nagyon kényelmesen el lehet férni, és azt azért tegyük hozzá, hogy valószínűleg ez a kis autó, ez második autóként fog funkcionálni a családban, ahol anyuci, vagy esetleg apuci gyerekeket viszi óvodába, iskolába. És azért a gyerekeknek ez a tér ez bőven elegendő. A formák odabent is játékosak, sokat dobnak a beltér látványán a színes elemek. Amivel viszont nehezebb lesz kibékülni, az a középkonzol. Az összes funkciót ugyanis egy tabletszerű tapipadba száműzték a francia szakemberek. Magyarán mindent a tapis érintő képernyőről működtethetünk. Az más kérdés, hogy ha a kormányra tekintünk, akkor azért vannak itt is gombok, és az egyik játék az pont ide való, egy fej, és akkor egy ilyen hanghullám, ami ugye nyilván azt akarja mutatni, hogy akkor beszélni kell az autóhoz. Szóval, ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor rögtön felkínálja a témákat is, hogy mi az, amikről tudunk beszélgetni. Na most nyilván ez egy erős túlzás, hogy tudunk beszélgetni, de lényeg az, hogy mi is adhatunk parancsokat az autónak. Ha én most szeretném mondjuk a hőmérsékletet, hogy változtassunk rajta, akkor angolul az increase az azt jelenti, hogy növelni, a decrease az pedig nyilván csökkenteni a hőmérsékletet. Tehát én most akkor megnyomom a gombot. Increase temperature. Temperature changed. És tessék, most fél fokkal feljebb ment a hőmérséklet. Most ez nekem sok. Azt szeretném mondani, hogy akkor kicsit csökkentsük azért ezt a hőmérsékletet. Decrease temperature. Temperature changed. Fél fokkal kevesebb van. Most nyilván a fél fok ez csak azért változott ennyit, mert hogyha állítjuk egyébként mi magunk a hőmérsékletet, hogyha mi akarjuk szabályozni, akkor egy idő után csak fél fokokat tudunk állítani, tehát nem tudunk egész fokokat változtatni. Most nyilván itt ez a 21-23 fok környéke, ez itt már az a magasság, ahol csak fél fokonként változik, hogyha mi magunk is nyomkodjuk. Tehát nem azért nem lett egy fokkal mondjuk hűvösebb, vagy esetleg melegebb. Aztán, ha már tényleg van navigáció az autóban, akkor érdemes ezt kihasználni. Show me the nearest étterem. Which point of interest would you like to find? Aha, na és akkor itt ugye most felkínálja, hogy én mondjuk éttermet szeretnék. Showing nearby étterem. Étterem, aha, tehát hogy ő most nem értette, hogy étterem, tehát valószínűleg nem jól törtem a magyart. De lényeg az, hogy ilyenkor viszont felajánlja azt, hogy akkor mégis mi az, ami érdekel, és akkor gombnyomásra kiválaszthatom. Viszont, hogyha angolul mondom neki restaurantot, akkor azonnal mutatni is fogja nekünk. Show me the nearest restaurant.
showing nearby Etterim. És tessék, és már mutatja is. És hozzáteszem, tehát nagyjából 4 kilométert jöttünk, és szó szerint játszunk az autóval egész végig. Az első pár méter után azonnal egyértelmű, érzése nem sokat változott a C3 Aircross viselkedése menet közben. Mert bár teljesen új a platform, a korábbi lágy ringatózás például ugyanúgy megmaradt. A futómű franciásan nyúlós, kanyarokban dől is a bódé. De legalább garantáltan nem fog leesni az útról, ugyanis minden puhaság ellenére kapaszkodik ez a járgány is az aszfaltba. Nagyon szépen kapaszkodik, még ezekkel a 4 évszakos gumikkal is, amik vannak rajta. Esőben is próbáltam, tényleg nem akar sodródni, és annyira érdekes, az orrát sem túrja, tehát valahogy olyan jó a balansz mégis. Lágy, de mégsem bizonytalan. Talán ez a legjobb szó. Hogyha egy picit iparkodni akarunk, akkor ha folyamatosan kihúzatjuk az egyes fokozatokat, és tényleg tiporjuk a gázpedált, akkor annyira szépen lép ez az alapmotor is, hogy én komolyan elkezdtem gondolkodni rajta, én, aki egyébként nagyon szeretem az erős autókat, ami tényleg megy, mint a meszes, küzdjünk egymással, küzdjünk az elemekkel, nagyon szeretem. De mégis úgy érzem, hogy ez a 110 lóerő, ez bőségesen elegendő. Szépen lehet előzni, dinamikusan lehet előzni. Nyilván, hogyha jön egy erősebb autó, akkor onnantól kezdve azért már meggyűlik vele a bajunk. Nyilván a határokkal tisztában kell lenni, de alapvetően mégis harmonikus. A 6 fokozatú sebességváltó az nagyon jó, kényelmesen lehet váltogatni, annak ellenére, hogy azért elsőre látszik, hogy ez egy nagyon hosszú bot, tehát meg a végén ez az orbitális nagy váltógomb, én ezt nem értem. Ha egy férfi kézbe egyébként ennyire nagy, akkor egy sokkal kecsesebb és tényleg kisebb női hölgy kezében, hát nem tudom, tehát mindegy, szóval nagyon furán néz ki. Ezt azért meg kell szokni egy picikét, de amúgy alapvetően magát a funkcióját tökéletesen ellátja. Szóval abszolút jó vezetni a C3 Aircross-t már ezzel az alapmotorral is, és ugye az, hogy mennyire étkes, 5,9 litert ír ki a fedélzeti komputer, ebben hát van bőséggel fővárosi lögdösődés, van egy kis autópályázás is, akkor város és főút igazából keveréke, tehát erre tényleg azt mondhatom, hogy abszolút vegyes. Ebben aztán minden volt most itt az elmúlt napokban, itt a tesztúton, és a tudásához képest, plusz az, hogy én azért időnként megzargattam, ez egyáltalán nem rossz érték. A kategóriaváltás teljesen érthető, követni kell a vevői igényeket. Ha a piac azt diktálja, hogy SUV-re vágynak egy terű helyett, akkor bizony azt kell adni, és a Citroën meglépte. január 14. valószínűleg sokaknak egy dolgos hétfői nap volt. Supra rajongóknak viszont biztos vagyok benne, hogy pirosbetűs ünnepnap, ugyanis ekkor leplezték le Detroitban mindenféle álcázás nélkül az 5. generációs Toyota Suprát. Ám ez nem volt elég, a Toyota azóta csavart még egy párat a legendás modell történetén, íme az egyik. Mivel a Toyota új sportrészlege, a Gazoo Racing vette kezelésbe a legendát, hozzá kellett szoknunk, hogy hivatalosan is Toyota GR Supra névre hallgat az új kétüléses kupé. A fejlesztéskor igénybe vették a Nürburgring aszfaltját, de állítólag sok értékes kilométert tettek meg Németország közútjain is a tesztjárgányok. A japán vállalat földrészenként eltérően gondoskodott az exkluzív megjelenésről is. Európába 900, az Egyesült Államokba pedig 1500 darab első szériás GR Suprát küldtek. Senkit se tévedsz meg a tesztautó ezüst fényezése, ez sajnos nem egyike az első 90 darab legyártott Toyota Suprának, amiből egyébként jutott egy darab Magyarországra is. Szemfülesek viszont valószínűleg már kiszúrták egyrészt a felniket. Igen, ez a 2 literes változat. Egy számmal kisebb papucsokon gurul, egy kicsivel kisebb hátul a kipufogója, és nagyjából ennyi a különbség egyébként kívülről, hogyha nézzük őket. Amilyen tempóra képes az autó, hát azért ezeket elég nehéz lesz megfigyelni menet közben. Tudom, mire gondol most mindenki, de egyáltalán nem ördögtől való az elképzelés. Ugyanis már az első generációban, vagyis a Celica Suprában is volt 2 literes erőforrás, igaz 6 hengeres. És igen, akárcsak a nagyobb, ez az agregát is a BMW-től jött az aktuális nemzedékbe. Nyilván az, hogy milyen hangja van egy autónak, az elsősorban az olyan hangfetisisztáknak is, mint például én is, fontos.
egy ilyen sportkupéban ücsörgünk, azért szerintem egyáltalán nem probléma, hogyha olyan zajok törnek elő belőle, amitől azért borsózik a hátunk, még akkor is, ha éppen például pont 100-zal megyünk, mint most. Hát ugye itt most semmi nem történik alapvetően, tehát szépen így gurulunk, de én azt mondom, hogy ha egy autóval még lassan menni is élvezet, tehát azért egy Supra, legyünk őszinték, az tényleg száguldásra termed, de éppen amikor a közlekedési szabályoknak megfelelően autózunk igazából, akkor is tök jó itt lenni. Tehát belenézek a visszapillantóba, és ezt a gyönyörű kerekedett popsit látom folyamatosan. Az más kérdés, hogy azért egy sportkupé révén olyan szűkek az ablakfelületek, hogy tényleg alig lehet kilátni, de attól függetlenül igazából mégsem érzem magam itt bezártnak, mint mondjuk egy SUV-nál, ahol hasonlóan szűk, lőrésszerű ablakok vannak csak. Itt igenis ilyennek kell lennie, és valahogy ettől annyira más érzés, ettől még jobban magaménak érzem az autót. A több mint 4 éves finom hangolás és fejlesztések eredményeként a GR Supra merevebb lett a Lexus Elefánál, alacsonyabb a súlypontja a GT86-nál, és sikerült elérni az ideális 50-50%-os tömegelosztást is, egyebek mellett azzal, hogy a hatalmas orban a motort igyekeztek minél hátrébb tolni. És ha ez a 3 literes verziónál bejött, akkor a belépő GR Supránál is tökéletesen működik. Sőt, ha az enyém lenne ez az autó, és nap mint nap ezzel járnék mondjuk dolgozni, akkor én biztos vagyok benne, hogy szinte minden napra újra tervezném az útvonalat. És nagyon sokszor mennék a Szerpentinek felé, még akkor is, hogyha ennyire ramagy állapotú az út, mint amilyen most is. Mert hogy igazából az egy dolog, hogy egyenesben milyen jól lehet menni ezekkel az autókkal, de amikor tényleg egy ilyen kanyargós Szerpentines szakaszra kerülünk, na akkor érezzük meg igazán, hogy az mit tudnak ezek a vasak. Egyenesben bárki tud menni, igaz? De azért amikor a kanyarokat kell, a megfelelő íveket fűzni egyiket a másikra, akkor azért ott már tényleg kell egyfajta vezetéstechnika. És ebben a Supra is nagyon jó. És főleg ezzel a 2 literes motorral egyébként tényleg egy picit a balansz az érezhetően jobb, mint a 3 literesnél. Tehát a könnyebb motor miatt például sokkal jobban uralható, én úgy gondolom. Egyetlen komoly hátrányt tudok itt igazából csak említeni, és ez pedig a motorfék hiánya. Tehát most hiába lépek le a gázpedálról például, látszik, hogy hát nem nagyon van lassulás. Természetesen van egy varázsgomb, méghozzá ez a sportgomb, amit ha megnyomok, akkor azért lesz egyfajta motorfék, meg hát természetesen azért hamarabb gyorsulunk, sokkal szebb hanghatások mellett, de igazából itt sincsen még olyan motorfék. Tehát tessék, most is teljesen leléptem a gázpedálról, és hát azért nem lassulunk olyan ütemben. Tehát mondjuk egy-egy kanyar előtt, ami esetleg sodrósabb, akkor bizony kell a fékre is lépni, miközben ezt meg lehetne oldani mondjuk rendesen motorfékkel is akár. Na, és akkor erre van még egy megoldás, hát ugye ha már van a váltón ez a manuális váltási lehetőség, és akkor itt a váltófülek, na ezt meg lehet oldani, tehát most itt egy egyenes, és akkor mindjárt jön egy kanyar, és akkor a kanyar előtt szépen elkezdek visszafele váltogatni. És tessék, megjött a motorfék, sőt, hogyha akarok, na, és azért ugye beleszól, tehát bármeddig nem hagyja, hogy visszaváltsunk, na de most aztán ez az. És akkor ilyenkor egy nagyon picikét be is riszál egyébként a feneke, de hát ez valami nagyon jó élmény. Tehát tényleg, komolyan mondom, receptre írnám föl ezt az autót mindenkinek, aki egy nagyon picit akar kikapcsolódni, és szeret vezetni. Nem csak a 2 literes motor miatt került középpontba a GR Supra. A Toyota a Solid Runs felvarással együtt bejelentette, a nagyobb erőforráshoz ezentúl akár manuális váltót is lehet rendelni. És bár ezt is megértük, hogy opciós listára került a kéziváltó, de legalább nem egy hétköznapi Toyota modellről beszélünk. Szerintem egész könnyen megszokható ez a látvány, hogyha minden nap ez fogad minket, mielőtt elindulunk, viszont az a tornamutatvány, ami megelőzi az indulást, azért az nem biztos, hogy mindenkinek tetszik. Hát először is látszik, hogy gyakorlatilag lent hasal az autó a betonon, és hát azért nyilván vigyázni kell, mert a tetővonal is alacsonyan van. Tehát, hogyha én most mellé állok, és mondjuk így ide teszem a kezem, hát látszik, hogy gyakorlatilag tényleg itt a ónom alá ér az autó, és én 190 cm magas vagyok. Na most ennek megfelelő azért a beszállás is. Mutatom. És már bent is vagyunk. Egy elég magas küszöbön kell egyébként belépni, tehát azért erre nem árt vigyázni, és hát nyilván ez a rész lesz majd, ami a lehető leghamarabb fog elkoszolódni, de lényeg az, hogy ha már egyszer bejutottunk, akkor viszont főleg BMW-seket egy nagyon ismerős világ fogad, hiszen
Hát így gyakorlatilag minden kapcsoló, az iDrive tekerőgombja, az automata váltó előválasztókard, tényleg még itt a volánon is ezek a régi gombok, amik korábbi BMW-kben voltak. Akár csak itt nézzük az ablakemelőt, akár a világítás kapcsolót. Tehát tényleg olyan, mintha egy kis eltévedés lenne, és mintha összekeverték volna a kocsi kulcsait. Az extravagáns megjelenés, illetve a vezetési élmény mellett azért egy másik nagyon fontos szempont is lehetett, én legalábbis úgy gondolom akkor, amikor úgy döntöttek a Toyotánál, hogy ezt a 2 literes változatot is elkészítik a Suprából, ez a gazdasági ok egyszerűen. Tehát szerintem ezt nem lehet megkerülni, hiszen akinek van sok pénze, mondjuk aki megteheti, hogy megvásárol egy ilyen autót, az azért feltételezhető, hogy lehet, hogy ő vigyázni is akar a vagyonára. Tehát, hogy nem akarja, hogy olyan ütemben fogjon. Nyilván nem véletlenül készültek annó kupékból dízelváltozatok, sőt, sportmodellekből is, sportváltozatokból, gyári sportvariánsokból is lehet ugye a mai napig dízelt is konfigurálni. Tehát nyilván nem véletlen azért ez sem. És ebből a szempontból sem érheti kritika egyébként a Suprát, mert hogyha óvatosan kezeljük a gázpedált, egyébként nagyon érdekes, hogy itt 6 liter környéki fogyasztást is láttunk. Na most, hogyha megnézzük itt a fedélzeti komputert, 7,2 literre állt be a fogyasztás, most úgy, hogy forgattam is az autóval. Tehát ugye a szerpentinen, autópályán, tehát ez egy ilyen teljesen vegyes, ugye városban, hogy mászkáltam az autóval, tehát 7,2 liter. Szóval azért nem tudom, hány ilyen vagány kinézetű és azért tényleg erős autó van, ami mondjuk hasonló adatokkal büszkélkedhet. Úgyhogy én ez egyébként nem temetném ezt a 2 literes motort sem. Aki nem a számok bűvöletében él, annak a 2 literes GR Supra is tökéletesen megteszi. Főleg, hogy nincs ráírva, melyik erőforrás hajtja, a látható különbségeket pedig maximum egy Supra rajongó szúrja ki. Igaz, néhány extráról le kell mondani, de a vezetési élmény nem marad el. Az egyre inkább unalmasabbá váló négy kerekűek között kifejezetten üde színfolt lett a Citroen C3 Picasso. 2008-as bemutatkozásakor a méretosztályban igazából nem volt még olyan nagy a kínálat, főleg ilyen praktikus autóból. Nem volt sok dolga a C3 Picasso-nak. A nevet ugyanis addigra már a Xara, majd annak leszármazottja a C4-es is alaposan megismertette a családosokkal. Viszont a kisméretű egyterűek között mindenképp újdonság volt a bohókás fazonú járgány. 2008-ban mutatták be, majd a következő év tavaszán már a kereskedésekben lehetett eldönteni, elége a familiának az egyébként roppant praktikus Citroen C3 Picasso. És nagyon úgy tűnt, igen. Bár itt a tulajdonos igyekezett megóvni a csomagtartót és betette ezt a védőréteget ide, azért hát egyrészt látszik az, hogy mennyire gondos volt, hiszen tényleg a szőnyegnek itt semmi baja nincsen. Viszont amit most eltakar ez a filc darab itt nekünk, az pont az, hogy a 3 különálló ülés egyrészt látható, illetve a másik az, hogyha előrébb toltuk, akkor a nagyjából 300 literes csomagtartóból egészen 500 literig lehetett bővíteni. Tehát nem is kellett tényleg egyébként lefektetni az üléseket. Aztán, ha még előre hajtottuk, hát akkor gyakorlatilag már egy kis áruszállító volt a C3 Picasso. Felnőttes extrákkal is telepakolhatták a Citroen C3 Picasso-t. Tolatókamera és radarok, navigáció, esőérzékelő, hogy csak párat említsünk. Viszont az automata váltóval 2011-ig vártak, majd az utolsó frissítéskor, 2015-ben a korábbi erőforrásokat lecserélték a PureTech aggregátokra, és ezzel együtt az ESG 6 egység ismét lekerült a listáról. Látszik, hogy a kopasz fejemet is megvilágítja itt a tetőn keresztül beáramló fény, hiszen hatalmas üvegkupolát is lehetett rendelni. Vezetni nagyon jó ezt a kis autót, ebben az 1.6-os HDI motor dolgozik. Sokan nagyon szerették ezt, főleg a nyomatékossága miatt. Nem volt egy versenyló tőle egyébként a C3 Picasso, de hát nem is az volt a cél. Azért az 1.4-es szívóbenzinesnél mindenképp jobb választás volt, abból a szempontból, hogy ezzel lehetett haladni, és természetesen nyilván nem ette le a haját senkinek sem. Nyilván azért átültetni az embereket nem csak a formával lehet, hanem a beltartalommal is. És szerintem ez az, amit okosan végig gondoltak a Citroennél. Nagyon sok dolgot átemeltek a C3 Picasso-ból. Hát sajnos pont a mozgatható, csúsztatgatható második üléssor az, amit említettem is a tesztautónál, hogy pont az hiányzott belőle. Azt mondjuk egy kicsit erősnek tartom, hogy extrának építették be. Ez a fajta praktikusság, ami van, aki ezt megszokta, hát nyilván nehezen száll ki belőle. És hát divat ide, divat oda. Azért egy SUV-t tényleg csak úgy lehet igazán jól értékesíteni, hogyha azért megtalálják a vevők benne azokat a dolgokat, amiket régebben már szerettek.
A Citroën C3 Picassót 2017-ig gyártották, több mint 670 ezer darab fut belőle az utakon, köztük több különleges felszereltségű limitált szériás változattal. És ez volt az utolsó Citroën, mely a híres művész nevét viselte. A mai napig nagyon sokan márka szervízben javítatják Citroën C3 Picassójukat, viszont egyre többen jelennek meg, független műhelyekben is, szóval tapasztalat van bőven. A szervízrovatot a székesfehérvári Sziládi Autószerviz támogatja. Az igazság az, hogy a kopó alkatrészeken kívül olyan rettenetes nagy probléma azokkal az autókkal, amik folyamatosan szervizelve vannak, betartva a gyári előírásokat, nem jelentkezik. Vannak olyan használók, akik viszont túlfutnak mindenféle paramétert, ott már előjönnek a problémák. Azért a motorok kényes dolgok, tehát ott a szervizintervallumot illik betartani. Főleg az elektromos vezérlők, panelek és kijelzők azért hagynak némi kívánnivalót maguk után. Ezekkel vannak problémák. Itt már a karosszéri elemek is egy új technológiával vannak kezelve. Tehát ha az autó sérülésmentes, akkor nincs vele probléma hosszú időn keresztül. Viszont ha valamilyen karosszéria sérülés éri, ott nagyon oda kell figyelni a belső korrózióvédelemre, különben nagyon hamar átrosdásodik a szerkezet. Nincs probléma az alkatrész utánpótlással, különböző utángyártott alkatrészek kaphatók különböző minőségekbe, széles a paletta. Valahol talán ott a közepét kell megcélozni ezeknek a 10 év körüli járműveknek, ahol árérték arányban azért könnyen lehet még üzemben tartani ezeket az autókat. Én azt gondolom, hogy minden vásárlás előtt célszerű egy gépjárművet nem csak a telephelyen megnézni, ahol értékesítik, hanem egy szakműhelybe is átvizsgáltatni, és nem csak magát a futóművet, féket, lengés, csillapítót, alsó átvizsgálás, motortér átvizsgálását, hanem érdemes ilyenkor a komputerbe is egy kicsit belemerészkedni, hogy mi mindent rejthet, milyen hibaforrásokat rejthet a gépjármű működése során. A szervízrovatot a székesfehérvári Sziládi Autószerviz támogatta. Az idén 50 éves BMW M divízió első ügyvezető igazgatója szerint, aki már mindent elért, annak lehet az egészet előről kezdeni. Bevallom, először nem igazán értettem, hogy mire gondolt pontosan, de a forgatás közben rájöttem. Nem a titkok kamrája nyílik így, csupán azok a szerencsés vásárlók indulnak innen, akik új MS BMW-t gurítanak haza. Nem véletlen a versenygarázsra utaló kinézet, a bajorok ugyanis első körben sportrészleget akartak, és mindent meg is tettek érte. ...1972. A BMW főhadiszállása, a négy összeforrt, kör alapú épületszárny, vagy ahogy elnevezték, a négyhengeres torony, pont ekkorra lett kész. A különleges módszerrel fentről lefelé épített székházzal azt üzente a bajor vállalat, előlépett a legkomolyabb autógyártók sorába. Tövében pedig ott díszeleg egy ezüst burkolatú körépület tetején hatalmas BMW emblémával. Igen, ez a gyár múzeuma. Az épületek mellett számos új modellt is jegyzett a BMW 1972-ben. Épp befejezték például a BMW turbó tervezését. Sajnos széria gyártásról nem volt szó, de szerencsére rengeteg formai csemege visszaköszönt a későbbi BMW M1 bódiján. A legnagyobb dobás azonban kétségkívül az 5-ös sorozat megjelenése volt, melyel amellett, hogy az egyik legfontosabb kategóriában is megjelent a bajor vállalat, egy akkor új, de még ma is használt névadási sémát vezettek be. És a BMW vezetősége még ebben az évben megkereste Johann Nirpást, hogy volna-e kedve egy debütáló sportrészleget irányítani. Azt hiszem, a választ mindenki sejti. Bár Nirpás még egy kis időt előző munkahelyén töltött, ugyanis még nem járt le a megbízatása, 1972. májusában hivatalosan is megszületett a BMW Motorsport GmbH. Első munkájuk a 3.0 CSL átépítése volt, amely annyira jól sikerült, hogy 1973 és 1979 között 6-szor nyerte meg a túraautó Európa bajnokságot. Bár közben a homologizációhoz szükséges utcai változat is nagyot szólt, mégsem ez a Motorsport GmbH első civil modellje.
Amit látunk, az valójában egy versenyautó, amit közúti forgalomba készítettek. Ez az M1, a BMW Motorsport GmbH debütáló négykerekűje. Színtiszta versenytechnikát szelídítettek a mérnökök az utcára. Azonban elég hamar akadályba ütköztek, hiába a lelkes csapat és a technikai tudás, ez még nem volt elég egy ilyen kaliberű autó megfelelő elkészítéséhez. Végül Olaszországig jutottak az alapítók, a Lamborghini ugyanis meglátta a fantáziát az M1-esben. Ezek után viszonylag gyorsan 2 év alatt kifejlesztették a modellt, ám amikor az összeszereléshez jutottak volna, a Lamborghini gazdasági nehézségek miatt passzolta a projektet. Bár ez elég nagy pofon volt, a többi olasz beszállító megmaradt. Vagyis a csövekből hegesztett váza készítésére, a műanyag karosszéria legyártására és festésére sem volt gondja a BMW Sport részlegének. A végső összeszerelést viszont Stuttgartban végezték. A BMW Motorsport GmbH hiába tett meg mindent a sikerért, az M1-ből végül csak egy igazi különc lett. 1978 és 1981 között kevesebb mint 500 darabot gyártottak le belőle, ráadásul ezekből sokat versenyautóvá alakítottak. Így viszont egy-egy megkímélt példány ma valódi gyűjtői darab. Nem állt meg természetesen a versenysport fejlesztés sem. A 80-as évek elején például Forma 1-es motort tervezett és épített a Motorsport GmbH. De már Nirpas nélkül. 1979-ben ugyanis átadta az igazgatói posztot. 1983-ban kibővítették a fejlesztő részleget, majd a következő években ráfeküdtek a mérnökök az utcai és a versenymodellek elegyítésére. A legjobb példa erre az 1986-ban bemutatott M3-as, amely a közúti élményautózáson túl egyebek mellett egy világbajnoki, 2 Európa-bajnoki, ugyancsak 2 DTM-bajnokságot, legalább 60 regionális bajnoki címet és 8 darab 24 órás versenyt is megnyert. A 80-as évek közepén, amikor megjelent az E30-as M3-as BMW, a bajorok még kifejezetten ügyeltek a különböző kategória besorolásokra. Éppen ezért az E30-as M3-as kétajtós sportmodellként debütált, nem pedig kupéként. Egész egyszerűen azért, mert a BMW-nél akkor úgy gondolták, hogy csak az lehet kupé, amelyiknek nincsen 4 ajtós változata, és az ajtók keret nélküliek kellett volna, hogy legyenek. A 3-as BMW a 80-as évek végére, 90-es évek elejére egy olyan rajongótábort szerzett az autóiparban, ami mai napig meghatározó, és amikor kijött az első M3, akkor pedig még több autós, illetve sportautós rajongó állt a márka mögé, és került ebbe a táborba bele. Aztán érkeztek az M5-ösök, az M6-os és a további verziók. A BMW a 90-es évek közepén úgy döntött, külön részleg foglalkozik ezentúl a versenysporttal. Ehhez 1995-ben Nagy-Britanniában megalapították a BMW Motorsport Ltd-t. Persze az MGMBH továbbra sem maradt ki teljesen az autósportból. Az utóbbi több mint 2 évtized GT versenyautójának technikája bizony az MS szakembereknek köszönhető. Hosszú évtizedeken keresztül szinte szentségtörésnek számított, hogyha egy utcai MS BMW-ben nem szívómotor dolgozik. Akkoriban kelt szájra ez a köpcenti nem helyettesíthet semmi mást kifejezés. Ma már gyakorlatilag nincsen olyan MS modell, amelyikben ne turbomotor dolgozna. Napjainkra egyre szélesebb kör választ MS vagy M-performance modellt. Jelenleg az eladások 20-25%-át teszik ki a sport vagy sportosított változatok. Még nálunk Magyarországon is annyira népszerűek, hogy külön MS kereskedést nyitottak Budapesten. Több mint 200 négyzetméteren 5 dedikált helyünk van az MS autóknak, de törekszünk arra, hogy folyamatosan nyilván az új modellek mellett mindig mutassunk valami érdekességet, ezért legalább egy oldtimer az mindig, egy MS oldtimer az mindig helyet kap a szalomban. Külön lifestyle szigetünk van, ez ugye itt található, ennek a berendezése is abszolút az M-hez, illetve picit erre a versenypályás, garázsos feelingre hajaz. Kialakítottunk egy 8 hengeres BMW blokkból is egy teljesen egyedi asztalt, de egészen az utolsó pillanatig, tehát hogy van egy MS átadónk is, ahol az új autót adjuk át. Gyakorlatilag ezek voltak az infrastruktúrális beruházások. Én nem hallottam arról, hogy bárhol máshol lenne ilyen az országban. What's your next move now that you've proven everything to everyone? You start all over again. Az egykori ügyvezető igazgató szerint most, hogy már amit csak lehetett elértek, mindent kezdhetnek előről. És hogy mire gondolt pontosan? Nos igen, az elektrifikáció már az MS modellektől is csak karnyújtásnyira van.
Eltelt 50 év, azért az egy generáció. Nyilván, ha most megnézzük a mostani kínálatunkat, az autóinknak a nagy többsége plug-in hybrid, mild hybrid, vagy akár elektromos. Nyilván ez a fajta elektrifikáció, nem egy nagyon szép magyar szó, de igazából az angolul jól lefedi ezt a trendet, tehát ez hogy az elektromos hajtás valamilyen formában való megjelenése, azért az várható, hogy az M-portfóliót is eléri. Azt, hogy ezt a vezetési élményt a BMW M-formában is újra tudjuk definiálni, talán ez a fajta újrakezdés, vagy ez a fajta újragondolás is ebben benne van. Ugye nyilván az elektromotorok megjelenésével a motor teljesítményeket, ezeket a különböző boost funkciókat egy egészen más dimenzióba lehet emelni, úgyhogy ez mindenképpen egy lehetőség. De az igazi vezetési élmény, amiről egy BMW vagy egy BMW M modell szól, az meg kell, hogy maradjon, és meg is fog maradni. Ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy minket néztek. Ne felejtjék, 2 hét múlva jelentkezünk friss adással, amelyeket a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján egyébként bármikor visszanézhetnek. És ha már arra járnak, kérem ne felejtsenek el feliratkozni és a kis harangot sem megnyomni, hogy mindig értesülhessenek, ha friss tartalommal jelentkezünk. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig autós írásainkat is olvashatják. 2 hét múlva megnézem, hogy 30 év alatt mekkorát nőtt az Opel Astra, és az elmúlt 5 évtized Honda Civic-jeiből is szemezgetünk, természetesen köztük a legendás Type-R-ekkel. Nézzenek minket akkor is, addig is minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.